Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A szerencse ott van előtted. Ott van az ajtód előtt, tehát nyisd ki ezt az ajtót. És milyen dolgokról van szó, milyen területen van szerencséd, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ez a két kártya utal a te jelenlegi helyzetedre. Mindkettőnél az ötös számról van szó. Ennek is van egy jelentése. Mégpedig vagy arra utal, hogy te most befejeztél valamit, és lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. Lehet, hogy még félsz ettől, de belülről érzed, itt lesznek megújulások. Amire az ötös szám még utalhat, befolyások kívülről. Ez lehet jó, de lehet rossz is. Ennél a jóslásnál a szerencséről van szó, de mindkét hölgy itt a képen olyan szomorú, tehát ők nem boldogok. És ez utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt az első kártyánál a levegő elleméről van szó, a könnyűségről. Tehát hiányzik ez a könnyűség, hiányzik a szabadság érzete. Azon kívül a levegő eleme utal kommunikációra is. Tehát jelentheti azt, hogy nem tudod kimondani azt, amit szeretnél, vagy mások nem hallgatnak rád, előfordulhat az is, hogy várakozol, vársz egy hírre, hogy ő jelentkezik, vagy más területen vársz arra, hogy kapj egy munkahelyi szerződést, vagy egy ajánlatot, és mivel itt türelmesnek kell lenned, hiszen nincs mozgás, ez elszomorít téged. De figyelj az ajtóra a háttérben, ez az ajtó kinyílik számodra, tehát lesznek itt lehetőségek, hiszen ez a jóslás utal erre a szerencsére. A második képen az érmékről van szó, anyagi dolgokról, és utalhat a munkára is. A párkapcsolat területén az érmék jelentik a biztonság érzetét és a megbecsülést. Mivel mindezt nem kapod jelenleg meg, ez elszomorít téged, vagy félsz attól, hogy elveszíted a munkádat, nem lesz pénz, szegénységben kell élni. Ilyen gondolatok foglalkoztatnak jelenleg téged. És mit tudsz annak érdekébe tenni, hogy javuljon a helyzet, vagy mire kellene odafigyelni, azt mutatják a következő kártyák. Itt újra az ötös szám látható, ugyanúgy, mint itt ezeken a kártyákon. Mint mondtam, ezek lehetnek külső befolyások is, jó vagy rossz. Ez a kép mutatja azt, hogy ezek támadások lesznek, vagy vannak támadások jelen pillanatban is, és védeni kell magadat. De azt is jelentheti, zárd ezt le, ne foglalkozz vele, menj tovább békében. A következő kártyán látható a négyes szám, az utal a biztonságra, az anyagi biztonságra, egy biztos munkahelyre, vagy a biztonság érzetére a párkapcsolat területén. De itt a botok a képen utalnak a szorongásokra, a korlátozásokra, és ez nyomaszt téged. Ebből kellene kilépni.
Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, vagy egy bizonyos helyzet, ahol korlátozva érzed magad. Természetesen lehet ez a koronavírus történet is, hiszen nem tudunk úgy mozogni, ahogy szeretnénk, mert mindenütt vannak korlátozások. A következő képen újra a 4-es szám jelenik meg, ami utal a biztonság érzetére. De itt is szorongva érzed magadat, hasonlóan, mint ennél a képnél. Valamit el kellene engedni, hiszen a jólét, a szerencse ott van a háttérben, de addig nem tudsz mozogni, amíg így fogva tartasz valamit a múltból. Ez a kép azt is jelenti, hogy a párod akar téged így erővel fogva tartani, és nincs meg a szabadság érzete. Mi segít számodra? Ezt mutatja itt a kártya. Vagy a gyermekek, hiszen itt van a szeretet, az élet öröm. Ez a kép utalhat egy új kezdetre is, hiszen a gyermekek szimbolizálják az újdonságokat. Ezen a képen itt fent Ganesha látható az indiai mitológiából. Ganesha őrzi az asztrológiát, ezeket a spirituális dolgokat, azon kívül szerencsét hoz minden új kezdetnél, ezért választottam ezt a kártyát, és mi Ganesha üzenete? Az egészet látni, az egész univerzumot érezni, mert ez adja az életerőt. Ne ilyen kicsinyes dolgokon töprengeni, mert például valaki megsértett téged, vagy a szomszéd nő ma nem köszönt neked, mert ez szomorúvá tesz. Ezeken a dolgokon kellene áttenni magadat. És hol van szerencséd, erre utalnak itt a kártyák. Lesz egy jó hír, vagy egy szerződés, egy dokumentum. Itt látható a bíró, az lehet egy ilyen bírósági ügy, és ennek van egy jó kimenetele. Amit ez a bíró még szimbolizál, az igazságot, vagy az igazságtalanságokat, de itt jóra fordul a helyzet, hiszen ennél a jóslásnál a szerencséről van szó, ami bekopogtat most az ajtódon. Nem csak ennél a szerződésnél, ennél a hírnél van szerencse, hanem a szerelmi élet területén is, hiszen erre utal ez a szerelmes nő, egy szerelmi vallomás. És hogyan tovább a közeljövőben? Ezt jelentik itt a kártyák. A könyv azt jelenti, itt lesz tanulás vagy továbbképzés, itt tudásról van szó. Ez a kígyó utalhat egészségügyi témákra. Lehet, hogy ez a hivatásod, és itt lesz ez a továbbképzés. A hold jelenti azt, hogy te ezt megkapod. Amit a hold még jelenthet, egy kisbaba születését. Itt vannak ugyan még a titkok, de lesz ez a megújulás, és a kígyó jelenti a nőies energiát. Tehát összefügghet a holddal. Amit még a hold jelent, a te álmaid, vágyaid, reményeid, ez megvalósul. És ezt most megtanulod, hogy hogyan vedd kezedbe a dolgokat.
Mert amit te elképzelsz az életben, így képek formájában, akkor, ha te ebben hiszel, megvalósul, és ez a kígyó utal ezekre a megújulásokra. Amit ez a kígyó még jelenthet, ez egy nő, és mivel a hold inkább olyan visszahúzódó, a könyv jelenti ezeket a titkokat is, akkor az lesz, hogy ez a nő visszahúzódik, eltávolodik az életből. Persze azt is jelentheti, hogy ez a hölgy segít neked a tanulásban. És a nagy szerencse az itt van, ezen a képen. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó, és mivel a hatos szám a múltra utal, itt valaki gondol rád a múltból, vagy visszatér a múltból. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!